Hol is hagytuk abba? Az előző két alaszkás világjárásban először Ketchikant és Seattle-t mutatta meg, majd következett Skagway, így a mostani befejező epizódban az állam fővárosa Juneau-ban terítéken, valamint ellátogatunk Kanadába is, ami szintén állandó megállója volt az alaszkai körútnak. Itt vagyok Alaszka állam fővárosában, és a hajóról leszállva mindenki elindult balra a város felé. Én viszont láttam valamit a távolban, amit szerették jobban is megnézni, úgyhogy én egyedül jobbra indultam, és nem sokára megmutatom nektek is azt, ami miatt errefelé vettem az irányt. Ha mindenhol ilyen kilátás lenne, az emberek talán könnyebben vennék rá magukat a sétára. Nem itt mondtam. Első itteni látogatásom alkalmával nem a város néztem meg, hanem inkább kicsit kiszabadultam a természetbe, és ahogy látjátok, nagyon jól tettem. Az olyan ebben a helyben, hogy bármerre elindulsz, kis titkos ösvényeket találsz, reméljük medvét nem. Ez konkrétan annak a vízesésnek az alja, ami annak a hegynek a tetejéről csorog befelé. Az is nagyon tetszett, hogy nem volt arra senki, ami azért annyira nem ritka Alaszkában, de most ugorjunk egyet, és irány a város. Juneau Alaszka állam fővárosa és az általunk látogatott alaszkai városok közül ez a legnagyobb, sőt Alaszka állam három legnagyobb városa között van, és számunkra egyrészt a mérete miatt ez nyújtja a legtöbb lehetőséget, másrészt még a többi kikötőben már délután vissza kell menni a hajóra, itt ebéd körül kötünk ki, így elég csak este. Van mozi, sokkal több ember, és ami fontosabb, egy gletszer. És ez még rímelt is. A mozinak különösen örültem, mert filmrajongóként sokszor beültem a hajó moziába, de azért ez mégiscsak más élmény, még a film előtti reklámok is olyanok voltak, mint amiket az amerikai filmekben látni. A városnak nagyjából 32 000 lakója van, amivel az állam egyik legnépesebb települése, és bár Alaszka állam fővárosa, mégsem olyan könnyű megközelíteni, csak hajóval és repülővel lehet, az úthálózatba nem kapcsolódik bele. A kedvenc fagyis voltam. Területre egyébként hatalmas, a legnagyobb amerikai főváros, és ezen a nagy területen rengeteg állat elfér, van itt 280 madárfaj, barna és fekete medve, 5 féle lazac és persze bálnák. Nem csoda, hogy évente nagyjából 1 millió látogatója van, aminek 90%-át az óceánjáró hajók utasai adják. Enni nagyon jókat lehet a városban, különösen népszerűek a hatalmas rákok, amiknek amúgy az ára is hatalmas, mégis állandóan kígyózó sorok álltak az étterem előtt. Nézzem, ha ekkora láb, akkor mekkora lehet az egész állat? Az én kedvencem a lazac burger volt, amit az utcai árosoknál lehetett venni. Ha magasból is megcsodálnánk Juneau-t, amit egybekötnénk egy kirándulással, akkor a felvonó nekünk lett kitalálva. 1996 óta üzemel, 60 fős kabinokban visz fel, 1164 méteres magasságba pillanatok alatt. Útközben érdekes információkat hallhatunk a környékről, miközben a tériszonyosok az életükért könyörögnek. Fent a szuper panoráma mellett találunk gyerekeknek szóló interaktív központot, éttermet, én pedig a kirándulást választottam. Végre jó idő van. Meleg van, süt a nap, nincs itt senki, teljes a nyugalom, nagyon jó illat van. Juneau egyébként már szerepelt egy videómban, legalábbis a közelben lévő Mendenhall Gletscher, ahova helikopterrel érkeztem meg, és életem egyik legkülönlegesebb túráján vettem részt. Mivel erről külön epizód van a csatornán, ebben nem is mennék bele részletesebben, inkább egy másik gletschert mutatnék meg. Minden héten kora reggel, mielőtt megérkeztünk volna Juneau-ba, a hajó tett egy kitérőt egy közeli gletscherhez, ami bár gyönyörű látvány, de bevallom, én sosem keltem fel miatta, annyira sok volt a munka abban az időszakban, hogy inkább az alvást választottam. Viszont amikor felajánlották, hogy megnézhetem a kapitányi hídról, na, akkor azért már érdemes felhúzni korábbra az ébresztőt.
Nagyon korán van, de mindenképp megérte felkelni, mert itt vagyok a hajó navigációs hídján, hogy a legjobb helyre nézzem azt, amikor átvágunk a fjordon. Finom reggeli, csodás kilátás, és ahogy közeledtünk a gletszerhez, úgy meg is jelentek a vendégek a hajó orrában, hogy a legjobb helyről várják az érkezést. Egyre közelebb kerültünk, útközben kisebb-nagyobb jégtömbök jöttek szembe, de szerencsére nem állt fent egy Titanic szintű ütközés veszélye. És már majdnem ott vagyunk a gletszernél. Én a Kids Clubban dolgoztam, és a gyerekeknek többször is szerveztünk túrát a Parancsnoki hídra, így már sokadszor voltam itt, de azért ennek mégis más hangulata volt, és a kapitánytól is bármit lehetett kérdezni, lelkesen magyarázott. Ahogy mondta, már régóta jár ezen az útvonalon, és szomorúan tapasztalta, hogy minden évben egyre nagyobb az olvadás mértéke, és egyre melegebb van Alaszkában. A hajó utasai kaptak egy fejhallgatót, amiben egy szakértő beszélt arról, mit is látunk éppen, miközben tettünk egy-két kört a gletszer előtt. Én kölcsön kaptam a kapitány távcsövét, így egy medvét is sikerült kiszúrnom, épp szaladba az erdőbe, úgyhogy abszolút kimaxoltam ezt a reggelt. Bár az itt töltött 3 hónap alatt Kanadában mindig Victoria volt a kikötőnk, amikor először megérkeztünk Új-Zélandról az egy hónapos óceán átkelés után, akkor Vancouverben dokkoltunk. A városban tett sétám során egyből megtaláltam a híres órát, ami gőzzel működik, 2 tonnát nyom és 42 000 dollárnyi, azaz nagyjából 13 millió forintnyi alkatrészből áll össze. Bizonyos időközönként gőzt lövel ki egy dallam kíséretében, ami egyben az időt is jelzi. Egészen elképesztő érzés úgy sétálni Vancouverben, mármint önmagában is elképesztő, de főleg annak tükrében, hogy 2 hete még Bora Borán voltam, másfél vagy nem egy hónapja még Sydneyben. Eddig Gastownban sétálgattam, ami a város egyik ikonikus része, de ideje bevetnem a legmodernebb technológiát egész pontosan, hogy más helyeket is felfedezzek. A séta alatt láttam híres épületeket, fura arcot hatalmas gyíkkal a vállán, valamint rájöttem, hogy a kanadaiak imádják a szóvicceket. Egy kis kakis viccelődés. Ezután egy konkrét úticélt lőttem be magamnak, gyalog bandukoltam a városban, és megcáfolhatatlan bizonyítékait találtam a helyi kínai lakosságnak. Honnan tudod, hogy kínai üzletet találtál? Egyrészt van bubble tea, másrészt májusban kint vannak még a karácsonyi díszek. Egész pontosan oda tartok a piacra. Hát van egy rövidebb út, de azt hiszem inkább a kerülőt választom. Biztos mindenkinek van kedvenc része a városnézésnél, nekem ez a piac, oda mindig elmegyek, és itt ráadásul gyönyörű helyen is volt. Basszus, a világot meg kell kerülni, hogy lejussak erről a hídról. Yeah, mindössze 1 óra séta volt, és fogalmam sincs hány kilométer, de itt vagyok a piacnál. Ez már végre úgy néz ki, mint egy igazi piac. A piacon belül a tengeri herkentyűs rész a szívem csücske, ott ebédre jól betárasztam, de túllöttem a célon, úgyhogy megosztottam a körülöttem ülőkkel. Nagyon jól néz ki, de azt hiszem egy kicsit túlvállaltam magamat. Itt vagyok Vancouverben, most ettem meg a hatalmas ebédemet, közben megismerkedtem néhány nagyon kedves emberrel. Valamelyikük mondta, hogy már volt Budapesten és imádta, úgyhogy csinálta egy kis ingyen reklámot. Azt mondták, nagyon szerencsés vagyok, mert az év 200 valahány napjában esik az eső, most pedig gyönyörű napsütés van és meleg, amire nem is számítottam, de nagyon örülök neki. Úgy készültem, hogy pulóver, meg még egy pulóver, nagyon nem azért, de azért egy pulóver mindenképp. És valamire meglepődtem, hogy ilyen meleg van, de nagyon örülök neki, főleg úgy, hogy 3 hónap Alaszka következik, és gondolom ott azért több hidegre számíthatok. Vancouverből egy nap jutott, nem úgy, mint Victoriából, ahova rengetegszer visszatértünk a 3 hónap alatt, ha jól számoltam, 7-szer voltam bent a városban. Elég nehéz lenne megítélni Victoriát 3 perc itt tartózkodás után, de amit eddig láttam, az nagyon tetszik, mert a modern részek keverednek a régi, tradicionális épületekkel. És ha látjátok, és biztosan látjátok azt a zöld kopulás épületet, nem pont oda tartok most.
Az utolsó megálló Victoria, és még első alkalommal, amikor Kanadába érkeztünk, Vancouverben kötöttünk ki, azóta mindig ez a város a cruise utolsó állomása. Őszintén szóval túl sok mindent itt nem lehet csinálni, azon kívül, hogy hangulatos a városban sétálni, valamint hogy jól néz ki British Columbia épülete, kivált kép este, amikor ki van világítva, és ami nagyon tetszik, hogy a parkban sétálva bármikor szembe jöhetnek veled szarvasok, és múltkor még egy mosómedvét is láttam. Mindjárt visszatérek az állatokra, de ha már itt vagyunk ennél az épületnél, erről is mesélek kicsit. Mivel Victoria, British Columbia állam fővárosa, így itt található a parlamentje is. A neobarokk épület építését 1897-ben fejezték be, az eredetileg tervezett költségvetés közel kétszereséért. Külön érdekesség, hogy pontosan 3333 égő van rajta, ami sötétedés után elképesztően látványos. Az épülettel szemben csak egy szobor van, de nekem egyik este sikerült pont a szelibe trafálnom a drónnal, azóta köszönni jól van. A szobor is, meg a drón is. Sőt, ha egészen pontos szeretnék lenni, ezen a fán akadt fent a drón az erőszél miatt, és innen pattant meg a szobron. Ezt a hatalmas mamutfenyőt az 1800-as évek végén ültették, és a város hivatalos karácsonyfája. Ha már rongálok a drónnal, akkor legalább stílusosan teszem. És akkor magáról a városról kicsit, ahogy említettem, aranyos hely, főleg első alkalommal, de azért ötödszörre már túl sok újat nem tud mutatni. Közel van Vancouverhez és Seattlehöz is, így sok turista szokta felkeresni, akiknek főleg a meghitt utcák, a hangulatos pubok és az érdekes vízparti otthonok a legizgalmasabbak, ez utóbbiak nekem is nagyon tetszettek. Negyedszerre vagyok itt Victoriában, de most először ezen a részen, és eddig ezt tetszik a legjobban, ezek a kis házak konkrétan a vízen vannak. A vízen úszó házak egytől egyig nagyon különlegesen vannak megépítve, és ha nem tengeri beteg az ember, akkor biztos jó lehet ilyenben lakni. Úgy tűnik, ma Victoriában valami nagyon retro autófesztivál van, tele van az utca ilyen autókkal már. Még ha nem is ez volt az alaszkai körút legizgalmasabb része, attól még volt valami, ami miatt nagyon szerettem, ez pedig a szabadon kószáló állatok társasága. A madarak mindennapos látványnak számítanak, egyszer egy akkora szárnyas csapatba futottam bele, hogy azt hittem épp átveszik a város irányítását, de a parkokban pávákkal is találkozhatunk. Ennél sokkal különlegesebb élmény volt, amikor a fák között sétálva hirtelen szarvasok jöttek velem szembe, és úgy sétáltak ott, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. Azért, mert ez Kanadában a világ legtermészetesebb dolga. De az igazán egyedi találkozás csak ezután jött. Jeeeee, egy mosómedve! Úristen, de aranyos! És a kósza mosómedvét követően hetekkel később, az utolsó Victoria-s kirándulásomon, már a hajóhoz visszasétálva, Kanada feltette az íre a pontot, amikor megláttam ezt a kis fickót. A vicces az volt, hogy ő a kínai turistákat bámulta tőle fél méterre, akik nem vették észre, mert felfelé néztek a fára, valami mást keresve. Szerencsétlenre a frászt hozzák a kínaiak, de egyébként rám is. Kettő van még a fán. Aha. Nem látszik, de ott van két baba mosómedve. Itt lent pedig az aggódó anyuka. Hello. Később aztán a picik is lemerészkedtek, és cuki hangon kommunikálva megszervezték a továbbiakat, miközben én nagyon örültem, hogy így ér véget a kanadai kirándulásom, és lassan az alaszkai is, mert egy héttel később hazarepültem. Ilyen volt tehát az Alaszkában töltött 3 hónapom, ezen a videón kívül van még 2 rész a megállókról, valamint egy külön epizód a Gletscher látogatásról. Ha tetszett a videó, nyomja a like gombra, és ne felejts el feliratkozni, mert van ott még ahonnan ez jött. Megtalálsz Instagramon és Facebookon is, ne légy félős bekövetni vagy üzenetet írni, mi pedig nem sokára utazunk tovább.